Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma december 9-e Natália és Ábel napja van. 577 éve meghalt Zsigmond magyar király, egyidejűleg német és cseh király, német-római császár. 1608-ban Londonban megszületett John Milton, aki Shakespeare után a legjelentősebb angol költő volt. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket először csak röviden. Elhagyatott gyárak, szemétlerakók, ezek a legismertebb helyek, ahol illegális migránsok százai húzódnak meg Szerbiában. A bácskosútfalvi mészárosék 4 gyermeket nevelnek. A déli áramlatról tárgyaltak ma Brüsszelben. Bírósági fordítók, tolmácsok alkalmazására írt ki pályázatot a tartomány. Elhagyatott gyárak, szemétlerakók, ezek a legismertebb helyek, ahol illegális migránsok százai húzódnak meg Szerbiában. Egy csoportjuk Szabadka mellett táborozik. A tél beálltával egyre kritikusabbá válik helyzetük. Sokuk legyengült vagy megsebesült, nem ritkán fertőzést is hordoznak. Gyerekek, diákok, katonák és sok más is van köztük. A környékbeliek egy része tart tőlük, bár eddig még nem okoztak kárt nekik. A Szabadka környékén lévő elhagyatott gyárak, romok és a szemétlerakó jelentik a mérföldkőt az illegális migránsok számára. Innen már csak néhány kilométer Magyarország, azaz az Európai Unió. Ezek az útvonalak az embercsempészek és a fuvarozóik számára is jól ismertek. Most is több tíz illegális migráns melegszik tűzhelyek mellett, alkalmi búvóhelyeken és a gyárak romjainál. Néha több mint százan is vannak. Naponta cserélődnek, stábunk egy hozzávetőlegesen 30 fős afgán csoportot talált a helyszínen. A 17 éves Mohamed hétfőjjel érkezett. I came by taxi here and from the Belgrad and to Szobotka I came for on taxi. Kortársaival együtt utazott ide. 3 hónapjába tellett. Azt mondja, szegény családját hagyta otthon. Azért megy az Európai Unióba, hogy munkába álljon és segítse őket. Most várnak. Idő kérdése, mikor érkezik értük az embercsempész. Elmondásuk szerint a rendőrség is sűrűn eljár ide. Nuraga katona volt hazájában. A tálibokkal harcolt, barátait elvesztette. Azt mondta, életét menti, azért menekül nyugatra. I came here difficult way, by truck. But because every country, 5 days ago, the police came here, catch me. I was in the police station 5 days. I was prison. Yesterday I was released. The police given to me some document. The police said that 10 days you must leave the country, this country. I say okay. A migránsok körbeülik a tüzet. A sátorban a leggyengébbek és betegek vannak. Egy 2 éves kislány is köztük van. Az öltözködésük eléggé hiányos, cipőjük tönkrement a sok gyaloglástól, valamikor pedig fertőző sebek vannak lábukon. Mivel hogy nem tudnak tisztálkodni rendszeresen, ezért tehát rühessek is egyesek, akiknek hát szintén orvosság, meg tehát antibiotikum vonal szükség, hogy tehát komolyabb kezelésen menjenek keresztül. Hát ez úgy gondolom, hogy tehát a mi országunkra vonatkozólag attól függetlenül, hogy ők illegálisak itten, azért fertőzést is tudnának terjeszteni egy ilyen módon, hogyha nincsenek előképpen kezelve. Varga Tibor önkéntesekkel és más jótékonyokkal együtt próbál segíteni rajtuk. Most kabátot, takarót és élelmet hozott nekik. A több ezernyi határsértő közül néhányan potenciális terrorveszélyt is jelenthetnek a nyugati országok számára. A környékbeliek csaknem naponta látják őket. Kocsmárék tartanak tőlük, de más veszélytől is. Ide személyesen a házhoz nem jöttek. Nekünk többet inkább itt körülöttünk, ahol élnek, itt már lássuk ebbe a téglagyár gödrében, itten jobban a vetésekben. Kukoricát törtek le, sátoroztak le direkt a kukoricásokba, és inkább ilyen a vetésekbe tettek károkat. A szerb hatóságoknak egyelőre nincs megfelelő válasza a tömeges migrációra és a határsértőkre. Regina, Réka, Rebeka és Hanga. Ők a bácskosútfalvi mészáros család lányai. A 6 tagú család egy egyszobás házban él a falu szélén. A karácsonyi ünnepek közelettével tudják, hogy nem kerülnek drága és nagy ajándékok a fa alá. Mégis mészárosék otthonában mosoly és kedvesség honol. Itt alszik mindenki,
van egy ebédlőnk, ott fönt alszik Réka, ott lent Regina, ott az emberem meg a kicsi, itt meg én meg a legkisebb. Sok jó kis helyen is elfér, tartja a mondás. Ez hatványozottan igaz Mészárosikra. Hatan élnek egy egyszobás házban Bácskos útfalván. Amíg a legkisebb lánya 2 éves Hanga békésen alszik, addig a nagyobbak boldogan mutatják birodalmukat. Kettő maszka, kék, meg zöld. Rebeka büszkén mutatta, hogy ő már 4 éves. Azt is elárulta, hogy mi a kedvenc étele. Spagetti szeretem legjobban. Spagetti viszont ritkán kerül az asztalra. Kevesebb, mint 20 000 dinárból gazdálkodik a 6 tagú család. Ez a családi pótlékból és a segélyekből adódik össze. Az apa ott járt unkor is dolgozott. Állandó munkahely hiány, mindig éppen azt, ami adódik. Főzök egy nap, azt 2 napra beosztom. Másképp nem. Nem még másképp. A Segíts, hogy segíthessünk humanitárius szervezet munkatársa évek óta tartja a kapcsolatot a családdal. Az egyesület, amiben tud, segít. Ruhából én úgy gondolom, hogy igencsak ellássuk a családokat, és én úgy érzem, hogy megérdemlik, azért, mert nagyon szépen nevelik a gyerekeket, tehát semmi rosszat még nem tudnák rájuk mondani, tisztán, ápoltan jönnek az óvodába, az iskolába a gyerekek. Szilvia maximálisan gondoskodik róluk. Ez ott a másik, ott az a egy, de, meg az a fekete. Mindig előcsaljuk őket, ér. Rebeka is segít Szilviának a tyúkok és kecskék etetésében. A családanya azt mondja, mivel munkahelyet nem talál, a háztáji állatok tartásával pótol, amit tud, tejet, húst biztosít csemetéinek. Férjével mindent megtesznek, hogy legyen fűtétel a gyerekeknek, bútorokra azonban már nem jut. Székek, ebédlőasztal, íróasztalok a gyerekeknek, szekrény, fürdőszoba, ezek mind hiányoznak a Mészáros család otthonából. Adni öröm, jótékonysági műsort sugároz a Pannon Televízió december 21-én este 20:30-tól ezen a címen. Az élő adás alatt rászoruló családokat mutatunk majd be, akik számára adományokat, felajánlásokat várunk majd a műsor előtti héten és a program ideje alatt is. Médiaházunk szegény családok bemutatásával hívja fel a figyelmet arra, hogy adni öröm, és nincs mindenki abban a szerencsés helyzetben, hogy melegben és gazdag terített asztallal várja az ünnepeket. Eddig 3 család sorsát ismerhették meg a nézőink. Hála az emberek összefogásának, ők már nem fáznak, és ennük is van mit. Hogy hányan voltak, fogalmam sincsen, de hogy 20-30-a biztosan, vagy többen is voltak. Kaptunk olajat, cukrot, sót, kávét, megjött a tészták. Fleischmann Ibolya nehéz körülmények között neveli egyedül 3 gyermekét. Ők is kaptak segítséget. Nem tudom meghálálni, nincs szó erre, amit ők nekem megtettek. Rengeteg, sok mindent kaptam. Úrfiuk otthonában 5 gyermek vacogott. Az anyuka főtételt sem tudott adni gyerekeinek. Már van tűzhelyük, meleg van náluk, és enniük is van mit. A kályát, mikor megkaptuk, másnap, azért olyan fontos a kályát teje, mert babot, babpaprikás főztünk rajta. És most megoldódott, hogy kaptuk a másik tizális porhétot, akkor így döntöttünk, hogy nem az a kályán főzünk, hanem itt a tizális porhéton főzünk. December 21-én élőadásunkban további szegény családokat mutatunk majd be. Szeretnénk megmutatni azt az óriási nagy segítséget, amit ezeknek a családoknak nyújtottak egész Vajdaságból, és újabb családokat is szeretnénk bemutatni, illetve felhívni a figyelmet néhány olyan intézményre, szervezetre, akik igencsak odafigyelést érdemelnének. A Pannon RTV az adományokat a Caritas segítségével juttatja el a rászorulóknak, amelyeket a segélyszervezeti irodában adhatnak át Vajdaság szerte. Amennyiben pénzzel támogatnák a rászorulókat, az összeget a Caritas 310 17 41 88 91-es bankszámla számra adni öröm megjelöléssel küldhetik el. A műsor alatt a 024 621 401-es számon vagy az office@pannonrtv.com e-mail címen várjuk a felajánlásukat.
A déli áramlatról tárgyaltak ma Brüsszelben. Az Európai Unió 8 érintett tagországának energiaügyi miniszterei és Maros Sefcovics egyeztettek a gázvezetékről. A hálózat csak akkor épülhet ki, ha tiszteletben tartják az európai előírásokat, szögezte le az Európai Bizottság alelnöke, illetve Energiaunióért felelős biztosa. Az energiapiac a szabad versenyen kell, hogy alapuljon az európai jogrend szerint, ezért a gázvezetékhez hozzáférést kell biztosítani egyéb szolgáltatóknak, amiben nem tudtak megegyezni az orosz féllel. My suggestion would be that we would establish such a high-level working group which would look at the complex in such a comprehensive manner. On the situation, especially in South-East Europe, and how we can address this issue in the best manner possible. What are the alternatives? What are the possibilities from the European Commission side to help? Vladimir Putin a brüsszeli követelményekkel indokolta a múlt héten a vezeték építésének leállítását. Az uniós jog szerint nem lehet ugyanaz a vezeték üzemeltetője, mint akié a gáz, mert ezáltal monopol helyzetbe kerül, és tetszése szerint alakíthatja az árakat. Az Európai Bizottság 3 eszközzel tudja segíteni az érintett országokat, illetve fejleszteni az energiaellátást. A határokon átnyúló projekteket finanszírozó pénzalappal, a nemrég bejelentett 315 milliárd eurós beruházási csomaggal és a tavaly elfogadott úgynevezett közös érdeknek számító projekteket tartalmazó listával. Szerbia képviselőit, mivel nem EU-s tagország, nem hívták meg a tanácskozásra, azonban annak eredményeiről tájékoztatják majd. Az energetikai megegyezés Oroszországgal nem tartalmaz egy olyan záradékot sem, amely megvédené Szerbiát a szerződés felmondása esetén. Moszkva, mivel elállt a déli áramlat kiépítésétől, becslések szerint az érintett szerbiai vállalatok legalább 500 milliárd, az ország pedig évi mintegy 250 millió eurótól esik el. Moszkva Brüsszelt hibáztatja a beállt helyzet miatt. Oroszország úgy véli, az Európai Uniónak kellene kártérítést fizetnie, az EU azonban ezt elutasítja. Három részből áll az az államközi energetikai szerződés, amelyet Szerbia Oroszországgal kötött 2008-ban. A témát felkapta német sajtó a déli áramlat projekt meghiúsolása kapcsán. A 6 éve megkötött megállapodás elsődleges pontja a szerbiai kőolajipari vállalat eladása a Gazpromnak. A céget 400 millió euróért jóval a piaci értéke alatt szerezte meg az orosz óriás vállalat. Ezt a gázvezeték építéséből és üzemeltetéséből megvalósuló haszon egészítette volna ki. A megegyezés második része az udvarnoki gáztározó kiépítésére, a harmadik pedig a déli áramlatra vonatkozott. A gázvezeték kiépítése azonban leállt. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, kitérítheti meg az eddigi kiadásokat a résztvevő országoknak. Oroszország szerint az Európai Uniónak kellene kártérítést fizetnie, ugyanis a Gazprom minden eddigi kötelezettségének eleget tett. Az Európai Bizottság nem szerepel a megegyező, illetve aláíró felek között sem az államközi energiaügyi szerződéseken, ezért nem is fizetett kártérítés senkinek, közölték uniós illetékesek. Az EU csupán annyit kért Moszkvától, hogy azokban az országokban, amelyeken keresztül vezetne a gázhálózat, más szolgáltatóknak is legyen hozzáférése a vezetékhez, ahogyan azt az európai jogrendszer előírja. A szerb és az orosz fél jelezte, hogy a baráti viszonyt és a partnerséget szem előtt tartva találnak majd megoldást a kérdésre. Egyes elemzők úgy vélik, hogy Oroszország az EU hibáztatásával kívánja eltántorítani Szerbiát az európai integrációtól. A nyomás fokozódik, mert az ország nemzetközi politikai helyzete felértékelődik azzal, hogy január 1-től átveszi az EBSZ soros elnökségét, teszik hozzá a szakértők. Ugyanakkor a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a szerbiai lakosság több mint 50%-a támogatja az ország európai útját, és alig egyharmada ellenzi azt. 2000 óta Oroszországtól Szerbia semmilyen vissza nem térítendő támogatást nem kapott, ugyanakkor Német és Olaszországtól, valamint Hollandiától összesen több mint 4 milliárd euró értékben érkezett segély.
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma Christine Moreau Franciaország szerbiai nagykövetével tárgyalt. A diplomata először látogatott Vajdaságba. Pásztor István és Christine Moreau a tartomány és a francia régiók együttműködéséről egyeztetett. Szó volt Franciaország vajdasági beruházásairól, illetve a tartományban sikeresen működő francia vállalatokról is. Pásztor kiemelte, hogy a nyugati ország jelenleg a második legnagyobb külföldi befektető Vajdaságban. 16 cég révén több mint 750 millió eurót ruháztak be. Ez sokat jelent a tartomány gazdaságának, ezért készek vagyunk támogatni a vállalatokat a hatalom minden szintjén, mondta a tartományi parlament elnöke. Christine Moreau nagykövet kiemelte, hogy a francia vállalatok elégedettek a helyi üzleti feltételekkel. A találkozón szó volt még Vajdaság és Bretagne további együttműködési lehetőségeiről is. A két régió között már létezik egy együttműködési megállapodás. Bírósági fordítók, tolmácsok alkalmazására írt ki pályázatot a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság. A jelentkezőknek számos követelménynek kell megfelelniük. A pályázatban megfogalmazott feltételek szerint állandó bírósági fordító, illetve tolmács jelölt lehet az a személy, aki megfelelő egyetemi képzettséggel rendelkezik, ismeri a meghatározott idegen nyelv jogi terminológiáját, és legalább 5 év munkatapasztalata van. Az az alkotmányos elv van érvényben Szerbiában, hogy mindenki a saját anyanyelvén jogosult beszélni, előadni a védelmét, vagy a mondani valóját a bíróságon. Ha ezt biztosítani akarjuk, akkor szükséges a tolmács. A pályázatot minden évben meghirdetik. Most a pályázat valamivel kevesebb, mint 100 helyre íródott ki, és teljes mértékben a felső bíróságok igényei szerint ők megfogalmazták pontosan, hogy milyen nyelvekre, vagy akár a jelnyelvnek a tolmácsolására van szükség, és pontosan ez alapján, ahogyan ezt a felső bíróságok megfogalmazták, mi kiírtuk a pályázatot. A pályázatnak az a célja, hogy azok közül, akik jelentkeznek, a legjobbak legyenek kiválasztva. A legkeresettebb az angol és a német nyelv, azonban a dán, a svéd, a holland, sőt az urdu nyelvben járatos fordítókra és tolmácsokra is szükség lenne. Az is fontos, hogy a szerb nyelvet nem beszélő ügyfelek ragaszkodjanak a nekik járó fordítóhoz és tolmácshoz. Egy külföldi állampolgárt föltartóztattak az egyik határátkelőn Szerbiába. Ez egy arab állampolgár volt, és nem biztosítottak neki arab tolmácsot, hát abból igen kevés van, hanem biztosítottak neki angol fordítót. Hát persze aláírta ő, hogy hát jó, egyezik fel, hát ilyen nyomtatványokat ugye oda tolnak elébe, és utána annak rendje módja szerint a kárára döntés született, aztán fordult ő, mert ügyvédhez is fellebbeztek, mindent elveszítettek. A magyar nyelven való bírósági védelemre jogunk van. A Magyar Nemzeti Tanács szorgalmazza, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és egy esetleges bírósági ügy során mindenképpen kérjünk magyar nyelvű tolmácsot. A Magyar Nemzeti Tanács számára is, és magának a magyar közösség számára is a Vajdaságban nagyon fontos, hogy minél több minőség, jó képzett magyar nyelvű fordító, illetve tolmács legyen. Ezért is adtuk ki a szerb-magyar-magyar-szerb jogi szótárunkat, van számos magyar nyelvű jogszabályfordításunk, magyar nyelvű űrlapgyűjtemény, és természetesen fordító szemináriumot is szerveztünk. A pályázatra december közepéig lehet jelentkezni. Szabadkán egyébként 3, Nagybecskereken 2, Mitrovicán és Zomborban 1-1 magyar nyelvű bírósági fordítót és tolmácsot alkalmaznának. Folytatják a munkabeszüntetést az ügyvédek Szerbiában. Kedden 12 órakor Szabadkán a bíróság épülete előtt tüntettek. A városban ez az első tiltakozó megmozdulásuk. Elfogadhatatlan az ügyvédeknek, hogy a közjegyzőknek a szeptember 1-én hatályba lépett új törvénnyel kiváltságos jogaik vannak az ingatlan értékesítésnél. Emellett az ügyvédek Nikola Selaković igazságügyminiszter lemondását követelik.
Az ügyvédek szerint olyan új törvénycsomag módosítását kellene előterjeszteni és elfogadni, amely kiegyenlíteni a közjegyzők és az ügyvédek helyzetét. Tarthatatlan, hogy egy igazságügyminiszter ilyen becsmérlő módon valótlanságokat állítva egy több évszázados szakmát a sárba tiporjon a kijelentéseivel, miközben mindannyian tudjuk, hogy ez az egész intézkedéscsomag miatt a személyes, illetve csoportos vagyoni anyagi haszonszerzés rejlik, mert óriási pénzek csoportosulnak így mindössze néhány tíz ember kezébe. Az ügyvédeknek eddig annyit sikerült elérniük, hogy újra elkészítettek egyes az ingatlan forgalommal kapcsolatos szerződéseket. Állítják, hogy nekik van igazuk, és több szempontból is sérülnek a lakosok jogai is. A jelenlegi törvény értelmében a közjegyzők, hogyha szolemnizálják a szerződést, avval az egy olyan okirat, amit szinte peres eljárásba se, okirat, aminek a tartalmát még peres eljárásba se lehet megtámadni. Úgyhogy mindez nem megy a polgároknak a javára, hiszen a szabad vélemény nyilvánítás, szabad akarat nyilvánításnak kellene megnyilvánulni. A félórás tüntetésen mintegy 40 sztrájkoló ügyvéd vett részt. Szerbiában szeptember 17-e óta sztrájkolnak az ügyvédek. Egyes szerbiai közjegyzők több mint 55 ezer eurót keresnek havonta, állítják a Szerb Ügyvédi Társaságnál. A szervezetnél azt mondják, ők nem ellenzik azt, hogy az ország lakosai meggazdagodjanak, de az ne az állam terhére történjen. Hozzáteszik, a szerbiai közjegyzői törvényt meg kell változtatni, mert káros a költségvetésre. A közjegyzők kamarájának illetékesei jóval kisebb keresetről számolnak be, mint amennyit az ügyvédek állítanak. Ők azt mondják, csupán 1500 euró az átlagfizetésük havonta. A munkabeszüntetés miatt az országban megbénult az igazságszolgáltatás, az előzetes őrizet időtartalma is elhúzódik. Hatalmas méreteket öltött a korrupció Szerbiában, és ezért elsősorban az elmúlt 20 év rablógazdasága volt felelős, vélik a szakértők. Alekszandar Vučić határozott véleményt fogalmazott meg a korrupció elleni világnap alkalmából megtartott belgrádi konferencián. A folyamatban lévő bírósági eljárások száma jelen pillanatban nagyon magas az országban. A korrupció visszaszorításának érdekében már ki is dolgoztak egy új stratégiát, valamint egy akciótervet. Az elmúlt 20 évben a korrupció teljesen tönkretette a szerbiai társadalmat, és az ország presztízsét is jelentősen lerombolta, jelentette ki Alekszandar Vučić, szerb kormányfő. Most ez a nas važno, to je da korupcija i to je politika vlade Srbije. Da borba protiv korupcije mora da bude trajna misija i samo ako je stalna i uspešna, mi ćemo moći da privučemo i strane investitore, moći ćemo da ozdravimo našu ekonomiju i postoji ta direktna korelacija između borbe protiv korupcije i napretka srpske ekonomije. Tatjana Babića, a korrupció ellenes ügynökség igazgatója, a korrupció elleni harc világnapján megtartott belgrádi konferencián hangsúlyozta, a társadalomnak kell szoros összefogással kezelnie ezt a problémát, azonban a felelősség így is a mindenkori kormányt terheli. Michael Davenport, az EU szerbiai küldöttségének vezetője szerint az ország jó úton halad. Veoma smo zadovoljni većim stepenom saradnje u oblasti prevencije borbe protiv korupcije. I zajedničkim nastupom različitih institucija u cilju suzbijanja korupcije kao jednog od najvećih problema sa kojima se Srbija kao i druga društva, naročito društva u tranziciji, još uvek suočava i suočavaju. A privatizációs eljárások esetében is az átláthatóságot kell megkövetelni, hangzott el a konferencián. A szerb kormányfő szerint már a 3 hónapja tartó ügyvédsztrájk előtt sem voltak elégedettek a szerbiai igazságügyel, és a jövőben sem az EU miatt szeretnék elejét venni a korrupciónak. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Hamarosan befejeződik a Kelebiai Divízia Apostolorum római katolikus templom orgonájának a restaurálása. Komoly zenei estet tartottak hétfőn a Szabadkai Városháza dísztermében.
hamarosan befejeződik a Kelebiai Divízió Apostolorum templom római katolikus templom orgonájának a restaurálása. Az 1938-ban épített hangszer a felújítást követően több mint 70 év után fog ismét megszólalni. A Kelebiai templomban található orgonát Franz Lindauer 1938-ban építette Kerényben. A hangszeren a II. Világháború végéig játszottak a bácskai településen. A svábokat elűzték a településről, az orgona pedig elnémult. Kerénybe telepesek költöztek, a pravoszláv egyháznak pedig nem volt szüksége a hangszerre. Az orgona 2011-ben került Kelebiára. Nekünk itt Kelebián van egy akkora karzatunk, itt a hátam mögött ez látszik is, egy óriási nagy karzatról van szó. Nagy orgona fér el rajta, és szoktam volt mondani, hogy akár egy szimfonikus zenekart nagy kórussal is itt el lehetne rendezni. Tehát a hely adva volt, a templom adva volt. Talán a templom mérete, mélysége, magassága, hosszúsága ehhez az orgona mérethez lehetne egy kicsivel nagyobb, de ezt én, mint orgonista, és mint minden orgonista, általában szeretjük, hogyha egy orgonának ereje, hangja és hangzása van. A Kelebiai templom orgonájának restaurálása már szeptemberben elkezdődött. Az egyedi építésű hangszer felújítása aprólékos munkát igényel. Ez a hangszer, ez egy elég egyedi orgona, egy pneumatikus membránládájú hangszer, amit az országban és egyébként Magyarországon is elég ritka. Ha jól tudom, a Vajdaságban ez az egyetlen ilyen rendszerű. A pneumatikus nem, mert az van több is, de az úgynevezett szélládája, ami membránláda, az egy egyedi ebben az országban. Nem is láttunk még soha ilyet. Ez a kuriózum ennek a hangszernek, és ennek a rengeteg kis membránbőrnek a kicserélése, ez igényel nagyon sok időt és sok precíz kis munkát. Az orgona felújításának költségeit a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-nél nyert pályázatból fedezik. A restaurálást követően a felújított orgona több mint 70 év után december 21-én fogja először kísérni az istentiszteletet. Komoly zenei estet tartottak hétfőn a Szabadkai Városháza dísztermében. A Garden Quartet és a Promuzika Kamarakórus Vivaldi, Haydn és Mozart klasszikusaival szórakoztatta a szabadkai közönséget. Teltház fogadta a Garden Quartet és a Promuzika Kamarakórus közös előadását a Szabadkai Városháza dísztermében. A koncert nem csak a komoly zenéről szólt, az ifjú tehetségek is felléptek. Ez most egy nagyon frissen megalakult kamarazenekar a gyerekekkel, a középiskolásokkal, és valójában a koncert egyik része csak őrőlük fog szólni, mivel szólisták lesznek, és őket akarjuk így kihangsúlyozni, inkább mint magunkat. Többek között Vivaldi, Mozart és Bach műveit is előadták a frissen alakult kamarazenekar tagjai. Később kezdtem el zenedébe járni, miután elkezdtem az általános iskolát, és akkor rögtön a tanárhoz jártak, Zsigapához, és azóta ővel vagyok most középiskolás koromig is. Aztán majd, hogyha akadémiára megyek, utána valakit majd máskor. Alenka Pojanović Vojnić előadásában az Ave Maria is felcsendült a Városháza dísztermében. Garden Quartet je napravio jednu odličnu, odličnu ideju, a to je da je skupio naravno učenike iz muzičke škole i da su napravili jedan kamerni orkestar koji zvuči odlično. A Garden Quartet 2006-ban alakult. A továbbiakban is szeretnének lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek a fellépésekre. Dárdai Pál marad a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A kelet délutáni sajtótájékoztatón jelentették be, hogy nem lép más a szakember helyére. Dárdai 4 mérkőzésen irányította a magyar nemzeti csapatot 2014 őszén, ám szerződése a Hertha BSC-hez köti. Az MLS minden fél érdekét figyelembe véve egyeztetéseket kezdeményezett annak reményében, hogy Dárdai maradjon. A keddi sajtótájékoztatón bejelentették, hogy továbbra is Dárdai Pál irányíthatja a csapatot. Kinti labdarúgók.
Vereséggel kezdte a magyar-horvát közös rendezésű Európa-bajnokságot a szerb női kézilabda válogatott. A több sérült el pályára lépő Európa-bajnoki negyedik és világbajnoki ezüstérmes szerb együttest Montenegró győzte le 22-19 arányban az Eszéki sportcsarnokban. A címvédő montenegróiak szokásukhoz híven durva, helyenként erőszakos játékkal rukkoltak elő, ami felett a romániai bírópáros szemet hunyt. A szerb csapatból a kapus Tomás Sevics mellett a második félidőben vezérennyiségé előlépett 6 gólos Lekics tűnt ki, a montenegróiak soraiból pedig az 5-5 gólos Bulatovics és Knežević volt a legjobb. A csoport másik mérkőzésén Franciaország a vártnál nehezebben 21-18-ra verte Szlovákiát. A C csoportban a házigazda Horvátország 30-28-as vereséget szenvedett Svédországtól, Hollandia pedig hatalmas meglepetést okozva 29-26-ra verte Németországot. A magyar válogatott ma 8:30-kor Lengyelország ellen lép pályára. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer egy-egy mondatban. Elhagyatott gyárak, szemétlerakók, ezek a legismertebb helyek, ahol illegális migránsok százai húzódnak meg Szerbiában. A bácskosútfalvi mészárosék 4 gyermeket nevelnek. A déli áramlatról tárgyaltak ma Brüsszelben. Bírósági fordítók, tolmácsok alkalmazására írt ki pályázatot a tartomány. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Híreinket, bejátszásainkat elolvashatják, vagy visszanézhetik a panonrtv.com oldalon. Maradjanak továbbra is velünk. Szép estét!